Jó estét kívánok! Feljelentés, drogteszt, kampány, keresztrejtvény, mozgósítás. Elérkeztünk az utolsó héthez, az utolsó napok eseményeihez. Önök mire számítanak, mennyire durvul el ez a hét a kampány szempontjából? Ez az aktuál mai kérdése, és hát a fő témánk is ez. Mutatjuk, hogy ezt milyen altémákra bontottuk, és azt is, hogy kikkel beszéljük meg. Magyar Péter feljelenti a miniszterelnököt a háborús plakátok miatt. Orbán Viktor őrült háborúpárti párti masinisztáról és baloldalon csak jó helyre menő pofonokról beszélt. Nerbe beleszületett milliárdosnak nevezte Karácsony Ungárt, az LMP által támogatott főpolgármester jelölt pedig hagyócsapatot emlegetett válaszában. Ilyen még nem volt. A soros uniós elnökséget betöltő ország külügyminisztere szorgalmazta a hetes cikkei eljárás felgyorsítását Magyarország ellen. Hiába kért előzetesen kegyelmet Karsai, az államfő nem fog kegyelmet adni az eutanáziában segítkezőknek. Mai vendégeink. Harangozó Gábor, az MSP alelnöke. Somogyi Zoltán, szociológus. Szakonyi Péter, gazdasági újságíró. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok, tehát még egyszer, és jó estét kívánok a másti vendégeinknek is. Rengeteget fogunk beszélni erről az utolsó hétről, hogy ki mire számít. De kezdjük egy olyan villámkérdéssel, hogy eddig a kampányban ki ment el bármilyen konkrét kampányrendezvényre, ha elment? Hogy elsődleges benyomást szerezzen, konkrétan a, a hangulatot, a milliót megtapasztalja, vagy hát nyilván itt szakmai ártalom, hogy valaki kötelező ott részt venni, de mondjuk közületek volt-e olyan, aki, aki nem csak a médiából, közösségi oldalakról, hanem személyesen is megnézett valamit? Én nem. Én nem, 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 Elég volt a televízióban nálatok nézni azt, hogy mi hol történik. Egyébként nem is lehet tempót tartani ebben, hiszen olyan fősodra van most a kampánynak, hogy tényleg az ember a 20. fába kapaszkodhat, és akkor se jut sehova. Én a celeptüntetésem voltam, ami a hősök terén volt, és utána nem voltam máshogy. Ugyanakkor nem vagyok annak feltétlen híve, hogy, hogy onnan több elemzést lehet, elemzői szempontot lehet gyűjteni, mint hogyha kívülről nézi az ember, de lehetséges, nem tudom. Mert, hogy túlságosan ilyenkor elragadja az embert a hangulat? és hogy kívülállók tudsz maradni, hogyha nem ott vagy helyben? Hát mondjuk kezdjük, akkor oké, elmesélem a celebtüntetéses tapasztalatot, nyilván ott civilek voltak, és bizonyos dolgok amatőr módon történtek, elmentünk a barátommal az Andrássy útra, hogy meghallgassuk a beszédeket, semmit nem hallottunk, ha. ott volt sok ember, láttuk a sok embert, aztán beültünk valahova később benni valamit, ennyi volt a tüntetés, abból még nem tudtam volna olyan sok elemzői dolgot mondani, aztán elolvastam, hogy mi történt, meg és akkor ugye kicsit e, több információhoz jutottam. Hát, és ugye ezeknek az rendezvényeknek még nincsen vége, mert hogy erre az utolsó hétre azt ugye tudjuk, hogy szombatra egy nagy tüntetést ígér Magyar Péter, és ugye Dobrev Klára pedig 36 órás rapid országjárást tervez, és hát ugye a hétvégével túl vagyunk egy békemeneten is, plusz Magyar Péter is megtartotta az első rendkívüli sajtótájékoztatóját, ahol kapásból egy bejelentést tett, mindjárt ezt is mutatjuk, és azt is, hogy erre Mencer Tamás hogyan reagált. És akkor mutatjuk is, hogy mi is volt ez az adok kapok, ami hétvégén onnan indult, hogy ugye bejelentette a Tiszapárt alelnöke, hogy mivel komoly probléma van szerinte a háborús, szerinte uszító plakátokkal, emiatt feljelenti Orbán Viktor egész pontosan úgy fogalmazott Magyar Péter, hogy mivel elárasztják a közteret a háborús uszító plakátok, jelzést kell küldeni az Orbán kormánynak, hogy a háború nem játék rágalmazásért, mert feljelentettem Orbán Viktort, hétfőn pedig rémhírt ésért is feljelentést teszek a miniszterelnök ellen, és akkor erre reagálta, ahogy láthatják a Fidesz kommunikációs igazgatója méghozzá azt, hogy az igazság az, hogy a gyerekeknek nem a plakát árt, hanem a háború árt. Magyar Péter azt akarja, hogy ne beszéljünk a háborúról, mert ő egy igazi feketeöves baloldali háborúpárti politikus, akit Soros György irányít, finanszíroz és utasít, és egyébként nagyon sok szülői panasz is eljutott ebből volt, amit idézett Magyar Péter politikusok, az intézmény hogy a gyerekekhez valóban eljut ez a háborús plakát üzenet, amit valóban sok gyerek komolyan vesz és ettől. Úgyhogy erről is fogunk majd mindjárt beszélni, és ez nyilván beleillik abba a kérdésbe, amit önök elé tártunk, az aktuál mai kérdéseként, ami is egész pontosan az volt, hogy mennyiben számítanak durvuló kampányra ezen az utolsó héten lehet, hogy úgy is fogalmazhatnánk, hogy durvulhat tovább a kampány. 94%-a a minőzőinknek azt gondolja, hogy igen, és csupán 6% gondolja azt, hogy elértünk a csúcspontra a kampány hőfokát illetően, és hogy egész pontosan mondjuk kommentek formájában milyen válaszokat adtak önök ezekből párat, még gyorsan idézek, ugye az ATV Facebook oldalán mindig a napkérdését megtalálhatják, és ott kommentelhetik az adott kérdést. Van, aki úgy fogalmaz, hogy igen, a Fidesz már így is bedurvult, még több plakát, még több hazugság, még jobban lebutított, elvakult fideszesek, így szól az egyik vélemény, aztán egy másik, igen, ha tovább tudják fokozni egymás lejáratását, akkor durvulhat a kampány, másik, igen, már eléggé áldúr volt, és egy harmadik, itt nem volt azért nagy nézetkülönbség, ahogy láthatják. Sajnos igen, és már nagyon sokan alig várjuk, hogy vége legyen, fontos a hatalom, de ennyire lekerül az a sok vállalhatatlan plakát. Na, és akkor innen folytatjuk majd a vendégeinkkel a beszélgetést, hogy van-e baj ezekkel a plakátokkal, és hogy ezekkel a feljelentésekkel vajon meddig juthat Magyar Péter. Mekkora baj van ezekkel a plakátokkal? Ugye a sajtótájékoztatón egy tanárnő történetet is idéztem Magyar Péterre, aki a Balaton északi partján vigyázott gyerekekre egy táborban, és amikor egyik éjjel a déli parton kigyulladt egy ház, amelynek a lángait az északi parton is látni lehetett, akkor ez a tanárnő állítólag azt tapasztalta, hogy a gyerekek riadtan szaladtak oda hozzá, azzal a felütéssel, hogy ide is elért a háború. És egyébként rengeteg közösségi médiás komment és szülői vélemény jelent meg az elmúlt hetekben, mi szerint igenis elérik ezek a plakátok a gyerekek ingerküszöbét, hogy 6-7 éves gyerek már ugye tud olvasni, és megkérdezi, hogy ez mi, és kell lefélni. Mindenkinek az inger küszöbét eléri, nyilván ezért csinálja a Fidesz. Ha onnan indulunk ki, hogy mi várható az utolsó hétben, akkor azt lehet gondolni, hogy igen, durvulni fog még ez a kampány, és ez a háborús retorika, ez még erőteljesebb lesz. Ennek nem más az oka, mint hogy a Fidesznek nincs mondandója sem Magyarországról, sem Európáról, ezért kitalálta azt, hogy ő a pártja mindenki más pedig a háború pártja, és ezt próbálja beleplántálni a fejekbe. Ami egyébként teljesen abszurd, hiszen mi az üzenet, hogy a Fidesznek azért kell kint lennie Európába, mert ők majd elfoglalják Európát, és akkor béke lesz. Hát mondanám, hogy most is kim van egy tucatnyi Fidesz képviselő, és háború van. Tehát totál az egész, és hogyha belemennénk a részleteibe, hogy valójában az, amit a Fidesz képvisel, az a háborút vagy a békét szolgálja -e, akkor meg még jobban lelepleződne, hogy igazából az a háborús álláspont, ami a Fidesz és rajta kívül mások azok, akik jobban képviselik a békét, mint ahogy a szociáldemokrata politika mindig is a béke híve volt, és mindig is a békét akartam megteremteni. Maga az Európai Unió és azért jött létre, hogy béke legyen, és ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz egy erős Európai Unióra van szükség, amit a Fidesz csinál, az Unió szintveréshez, pont az ellenkezőjét tudja hozni. De mégis ez a félelemkeltés, hogy nekindul ez csapatszállításokról van tele, hogyha megnézzük a közösségi médiát, elkezdtek járkálni mindenféle harci járművek a falvakba, a városokba, ezzel is próbálják erősíteni ezt a háborús érzést. Ez egy nagyon káros dolog, de ezzel próbálnak visszakapaszkodni a politikába, ahol az utóbbi időszakban ők sokat veszítettek, és most ezzel akarnak visszajönni. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen, mert igazad van teljesen, hogy ez nem csak a felnőttekre, a gyerekekre, és egyáltalán mindenkire hat. De hogyha mi, ha egy picit utána gondolunk az elmúlt évek történéseire, akkor én azt mondanám, hogy a, a háborús kampány 2.0-as fejezetét írjuk most. Hiszen miről szólt az, az elmúlt nem is pár év, hanem sok év? arról, hogy harc, küzdelem, háború. Háború a liberálisok, a sorosisták, a Brüsszel, tehát hogy mondjam, egy organikus, nem helyes ilyet mondani, egy organikus fejlődésen ment át a, a Fidesz háborús stratégiája, és eljutott oda, hogy, hogy tényleg ellenzéki politikusokat és sorost a háború elé a háborús plakátra helyezett el. És ez alapvetően aljas történet. Én, én nem szégyellem, azt mondom, hogy ez egy aljas történet, mert a, leg, a legalantasabb ösztönöket és indulatokat lovagolja meg. És ez, ez nincs mit, nem tudunk ezzel mit tenni. Én két dolgot mondanék, két egymásról viszonylag távoli dolgot. Az egyik, hogy a bárhol a világon kampányban megkérdezik a választókat, hogy ezt tartják-e minden idők legdurvább kampányának, akkor mindig az a többség, hogy ezt tartják minden idők legdurvább kampányának. Tehát ebből nehezen tudunk kiindulni. Abból viszont igen, hogy amiben más, amiben sajátságos a dolog, hogy a napi félmilliárd forintnyi propaganda pénz, ami ugye az adófizetők pénzéből van, az megteremti annak a lehetőségét, hogy olyan dologról vitatkozzunk, ami igazából nem vita a felek között. Tehát ez például nem vita a felek között, hogy háború legyen vagy béke, mindenki azt mondja, hogy békepárti, de miután ott van a napi félmilliárdos propaganda, az előállítja ezt, és pontosan tudja a kormánypárti politikus, hogy mögötte ott van a félmilliárdos propaganda, mert az előbbi idejátszott beszélgetés is erről szólt. Magyar Péterre a Fidesz politikusa azt a választ adta, hogy, hogy, nem a plakátokkal van baj, hanem a háború párt ellenzéket, tehát folytatta azt, amiért egyébként Magyar Péter azt jelezte, hogy esetleg feljelentést tenne, mert megteheti, mert olyan a rendszer. Na most ez egyedi, tehát ez eredeti dolog így, így Európában, mert azért ennyire rugaszkodni attól, ami, amit mondjuk problémává akarnának tenni a politikusok, csak így, csak ilyen eszközzel lehet, ekkora pénz pedig sehol máshogy nem áll rendelkezésre, mint Magyarországon a propagandára mutatnék még csak, hogy egy picit oldjuk ezt a háborús tematikát. Három, hát hogy mondjam, kis színest, így a kampányból, aztán majd, hogy ezzel helyi értékén kezeljük ezeket a történeteket, van nem a nézőink eldöntik. Fogunk beszélni most arról, hogy mindenkire gondol a Fidesz, így a hazánkban és főleg Budapesten élő kínaiak szavazatára is, mert hogy komplett kampányszövegeket fordítottak le kínai nyelvre, olyannyira, hogy ki is töltöttek egy szavazólapot, és kínai példát mutatnak arról, hogy ha valaki a Fideszre szeretne szavazni, akkor ezt miért tegye. Beszélünk majd arról, hogy a drogtesztek is bekerült a kampányeszközök kelléktárába, illetve arról is, hogy még a keresztrejtvény is lehet kampányeszköz. Na de akkor kezdjük ezzel a kínai vonulattal. Ezt a telexosztani nyilvánosságra és a fotón egy kínaira lefordított szavazólap mintát láthatnak az érdeklődők, és egyébként hosszú-hosszú Szentkirályi Alexandráról kínai nyelven történő szóró anyag is eljutott a nyilvánosságba, amelyben a Fidesz Fidesz főpolgármester jelölte arról beszél, hogy milyen jók a kínai-magyar kapcsolatok, miközben Budapesten egyébként kaotikus a közlekedés, mindenhol szemét van, de arra kéri az itt élő kínai állampolgárokat, hogy szavazzanak rá, mert hogy ő egy sikeres időszakban volt főpolgármester helyettes, és egyébként Sára Botonról is készült egy kínai nyelvű szórólap és kampányanyag. Na ez csak kis színes, vagy akár ez is számíthat? mert azért jelentős ugye a hazánkban élő, Budapesten élő kínai populáció. Minden szavazat számít szerintem, és ugye a, a, másik, amit nem említettél, az, hogy 800 dél-amerikai állampolgárt menekültet, mit tudom én, hogy kit, bejelentettek egy első kerületi házba. Na most tudjuk nagyon jól, hogy az első kerületi viszonylag kis szavazókör, tehát ott nem 800 ember, hanem 50 ember szavazata is eldöntheti azt, hogy ki lesz a polgármester, vagy kik kapnak helyet a közgyűlésbe. Ugyanez van egész Budapesten, főleg a belvárosban, ugye, ahol 40-60-80 ezres a, a szavazó képes a szavazásra jogosult lakosok száma, tehát borzasztó péngeire a helyzet, ahol dönthet akár száz kínai is. Ezt a sminkben már elkezdtük ezt a vitát, de most tegyük ide a nyilvánosságra, ha már a mozgósításról beszélünk, hogy hogy ugye Orbán Viktor már korábban is, meg most a békemenet és világos szóló mozgósítást hirdetett. Mennyit számít ez? Hát Mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy jó, jó, de hát Orbán Viktor nyilvános rendezvényein, fórumokon, mondjuk ahhoz képest, hogy Magyar Pétert mennyien veszik körbe, nincsenek annyian. De lehet, hogy nem ez számít, hanem a végén a mozgósítás. A mozgósítás nyilván rengeteget számít. Ugye nem véletlenül rakta össze az önkormányzati választást az Európai Parlamenti választással a Fidesz, hogyha most egy picit eltekintünk Budapestről és a belvárosi kerületektől, meg a kínaiaktól, ne felejtsük el a Magyarország lakosságának az 55%-a kis településeken él. És azzal, hogy az önkormányzati választások Együtt vannak az Európai parlamenti választásokkal, ezért sokkal jobban fognak tudni mozgósítani az Európai parlamenti választásokra, hiszen kiadja az összes polgármester jelöltjének, hogy oda el kell vinni az embereket, ez az elvárás, és majd valahogy megoldják a hivatallal, a közmunkásokkal, meg mindenkivel, ahogy ezt szokták. És nyilván a nagyobb városokban pedig azt látjuk, hogy rengeteg fizetett aktivistákkal, akiknek ott vannak a táblagépek, adatokkal, válaszokkal, kérdésekkel minden felszerelkezve, járják és mozgós. Nyilván megszámlálhatatlan mennyiségű pénzük van, tehát ezt meg tudják tenni. Mi ezzel úgy vesszük fel a versenyt, hogy nekünk meg ott vannak a saját aktivistáink, akik járják ugyanígy, kopogtatnak, kim vagyunk mindenhol, gyűjtjük az aláírásokat és szólítjuk meg az embereket. Azért azzal a hatalmas tömeggel, amit a Fidesz ilyenkor bevet, nehéz fölvenni a versenyt, de igyekszünk ebbe mi is helytállni és mozgósítani, és ezért kérünk mindenkit arra, hogy ebbe segítsenek nekünk meggyőzni a, az embereket, szomszédokat, rokonokat, mindenkit, mert ezen múlik, hogy a végén nem elég szimpatizálni, el is kell menni, szavazni, és ebbe, ebbe mindenki ki tudja venni a magari. Azért igen, ezzel te egyetértek, annyit hadd mondjak úgy kritikaként, hogy Magyar Péter megjelenése azt mutatta meg, hogy azért van mozgósítási lehetőség ellenzéki pozícióból is. Tehát ami, én úgy érzem, hogy a Fidesz most éppen visszaerősödik, lehet, hogy rossz az érzetem, de mint, mint hogyha ezt látnám, és ebben benne van, benne van, a mozgósítás, amit egyébként nagyon nagy részét nem látjuk, mert nyilván közvetlen csatornákon keresztül megy, mert benne van az, hogy a, hogy a a legegyszerűbb üzenet, amiről az előbb beszéltünk, háború vagy béke, ez egy nagyon-nagyon egyszerű üzenet, és mögötte nagyon-nagyon sok pénz valóban arra, hogy mozgósítsa, mozgósítani tudjanak. De ami a magyar Péter jelenségben látható, és ami egyébként belemart a Fidesznek a, a népszerűségébe, amitől meg is ijedhettek ott egyébként a Fidesz stratégiái, hogy ha van olyan hasonlóan egyszerű üzenet egyébként, a, aki hajlandó így elmenni ezekre a kis településekre, vagy kisebb településekre, hirtelen ott vannak az ellenzéki választók is. Tehát Magyar Péter így végigjárta most az országot is lehetett látni, hogy, hogy, hogy ott ő is tud mozgósítani, tehát neki is megvan ez a képessége. Időzítésben vajon ki csinálja jobban? Mert ugye most, most azt mondod, hogy visszaerősödik a Fidesz, és nem tudjuk, hogy, hogy a Tisza párt hol éri el a, a tetőpontját a jelenleg elérhető támogatottságának. Hogy van még hova erősödni, vagy már elérte, és most már a lelkesedés egy icipicit talán alább hagy. Ez is egy jó, ez egy jó kérdés, és, de minden nap valami történik. Minden nap, Magyar Péter, minden nap csinál valamit. Minden nap felvet egy olyat, amivel újra ezt az érdeklődést, az aktivitást tudja magasabb fokra hevíteni. Hát tényleg, és a másik az, hogy ami nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez egy eléggé ritka tulajdonság, minden támadás, ami őt éri, az egyszer lepattan róla, és nem csak, hogy lepattan, hogy úgy mondjam, golyóálló, hanem, hanem pont visszafordítja. Igen. Hát a, a, az őves, a, a, szíjas történettől Igen. kezdve minden. Női napszemüveg. Igen, vagy, vagy most a, a nő, az volt a legnagyobb poén, de mondjuk az a, leg, a legérdekesebb mondjuk az, így nem biztos, hogy a kis települések lakóinak a, ez a legérdekesebb, azt igen, azt mondjátok rólam, hogy drogos vagyok? megyek drogtesz, gyertek ti is! Na, na ez az, ez, ez, ezt akartam ugye még mondani, hogy e, ugye bejelentette, hogy csütörtök reggel drogtesznek veti alá magát Budapesten, és ugye felszólította ugyanerre a Fidesz listavezetői Dajs Tamást és a kormány tagjait, ő nyilvánosságra hozza az eredményét, és hogy legkésőbb szombat reggelik a többiek is hozzák nyilvánosságra. Na erre mondtam, hogy ez most egy kis színes, vagy még ezek is működnek? Mert nyilván, ha szombat reggelig várja, akkor szombaton lesz egy demonstráció, valamit kezdeni fog ezzel hát az a Az ország működik, a másik felének, meg nem, pont a droga az a legérzékenyebb kérdése tekintetben, tehát én, ha a kormánypártoknak lennék a, a, nem tudom, a propagandistája és ott szerkesztője, akkor azért ki tudnék hozni ilyenből olyan híreket, hogy a, a sajátjaimnak elmondjam, hogy tessék, elment drogtesztre, és a drogteszt eredményeiről bel kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, hogy nem tudom, hogy melyik barátjánál csináltatta, miközben a másik oldal jól szórakozik ezen, tehát ez a fő kérdés, hogy ki, kihez milyen hírek érnek el, azt kell, hogy mondjam, hogy itt most két országról beszélgetünk, tehát teljesen más híreket hallgatnak azok, akik a, a kormánypártok sajtóját olvassák, és teljesen mások, más azok, akik egyébként ellenzéki vagy független médiát olvastak, más országot látnak. Hát igen, ugye kérdés, hogy a törzs közönsége, a Fidesznek a törzs szavazók, őket akarja nyilván Orbán Viktor megszüntetni, az mire elég? Hány EP mandátumra, hány százalékra? Hát ugye ez függ attól is, hogy a Fidesz mennyit tud mozgósítani, meg hogy a többi párt mennyit tud mozgósítani. Ilyen szempontból én megmondom őszintén, hogy én egyáltalán nem, hogy nem bánom Magyar Péter megjelenését, hanem örülök neki. Mert azért azt lássuk be, hogy a magyar ellenzéki politika egy kicsit veszített a lendületéből. Uh, milyen kicsit. A 14 év, volt, 14 év alatt, hát most tőlem ennél erősebb fogalmazás, igen. kérem ne várjanak el. Eh? Uh, és és ebben jött be Magyar Péter, hozott be új politikai húzásokat, és hozott be egy frissességet. És az ellenzéki szavazóknak egy nagyon nagy része erre pozitívan reagált, és azt mondta, hogy na akkor van remény, hogy itt akkor valami változni fog. Most azért az látszik, hogy egyre jobban kiderül, hogy Magyar Péter alapvetően azért mégiscsak egy jobboldali ellenzéki politikus, és egyre jobban... Azt látom én is, mert én ugyanaz első kérdésből kimaradtam, de nagyon sok kampányrendezvényen veszek részt, hogy azért a baloldali szavazók jobban örülnének neki, hogyha lenne egy baloldali olyan kihívó is, aki több frissességet és lendületet tud hozni a baloldal fölépítésében, ami most azért volt már jó pozícióban is, úgy erre állt össze ez a három párt, aki most együtt indul az Európai Parlamenti választáson, de szerintem azért ez itt nem fog megállni, hanem a választások után le kell vonni azokat a tanulságokat, hogy hogyan kell a magyar baloldalt úgy megépíteni, hogy legalább egy olyan erős kihívó tudjon lenni az ellenzéki oldalon, mint a magyar Péter és ezek még kompatibilisek is tudjanak lenni egymással, mert ha lenne ilyen, az viszont le tudná győzni Orbán Viktor. Na, no, onnan folytatjuk a második részben, hogy ebben a kampányban azért nyilván nem csak Magyar Péter és pártja részéről jelentek meg kreatív eszközök, hanem a nyilvánosság egyéb szeletéből is láthatunk ilyeneket. Arra gondolok, hogy megjelent egy újság, amelynek a kereszt rejtőnyében is kampányolnak még hozzá Karácsony kapcsolatban, mondjuk nem teszi zsebre, amit kap, de azért a Facebook oldalán megosztotta, mindjárt a reklám után megmutató. Tudom, hogy mire is gondolok, pontosan tartsanak velünk. és is a mai aktuális hogy Zoltánnal, Harangozó Gáborral és Szakonyi Péterrel, és ígértem önöknek egy hát elég újszerű kampányeszközt, amit a Metropol olvasói találhattak a labban, amely egyébként nem kevesebb, mint 8 oldalon foglalkozott Karácsony Gergely főpolgármester teljesítményével. Spoiler, hát nem tetszik a lap szerkesztőségének Karácsony Gergely teljesítménye, de az azért rendhagyó, hogy ezt, a, ezt még a rejtvény kockáiban is megjelenítik, amit egyébként Karácsony Gergely is a Facebook oldalán megosztott egy olyan szöveggel, hogy súlyos kárt okozott a Metropol a kampányomnak, a kollégák keresztrejtvényt fejtenek és hangosan nevetnek. Mert hogy a megfejtés két kérdés, mi a legnagyobb botrány ma Budapesten, és mi Karácsony Gergely gúny neve, és amit itt láthatnak a kék megfejtés, az az első kérdésnél az, hogy Karácsony Gergely nem csinál semmit, és megint ígérget, a gúny neve pedig Tutyi Mutyi csőt Na, ki látott már ilyet, hogy kampány eszköz lett a keresztrejtvény? Van nem, az a pénz, amiért ez de Ez ebben a az független, egy objektív metropol természetesen van az a pénz, amiért beszáll a kampányba mi, így körik? módon is. Ez, ne, én azt gondolom, hogy azzal, hogy, hogy keresztrejtvény és a kampány része, az természetes dolog, tehát az, az nem annyira érdekes. Ami ebből az egészből érdekes, és ezt megint, azt kell, hogy mondjam, hogy először Magyar Péterhez kell odakanyarodni, de gyorsan Karácsony Gergelyhez visszakanyarodunk, de Magyar Péter volt, a, ahogy egyébként Péter, az első felében elmondta nekünk, hogy ő volt az, aki szembefordult a kritikákkal, azt mondta, hogy na jó, akkor beszélj, hogy csináljuk, a tegyük a kampány részévé azokat a dolgokat, amivel engem kritizálnak. Ez újszerű volt, mert eddig ugye az volt a mondás, a politikában, hogyha megtámadnak, akkor ne foglalkozz vele, te is csinálj egy nagyobb botrány, támadj vissza, te egy másik témát. Ehhez képest Magyar Péternél láttuk először, hogy ez a kampánynak egy szerves része, hogy ugyanaz a nevetségesé teszem az engem, azokat a kritikákat, amiket kapok, többek között abból kiindulva, hogy a saját közönségem érti, hogy ezek hazugságok. Na most Karácsony Gergely ugyanezt az eszközt alkalmazza, és arra látunk egy példát, tehát, hogy kiteszi a nyilvánosságra, hogy nézzétek, ezt csinálják velem, ha, ha, ha kiröhögjük őket, és hogy, hogy ezek a, a megoldások, amelyek a politikában újszerűek, tehát amit az előbb mondtam, ugye Magyar Péter részéről láttunk egy újszerű megoldást, azok hatnak a többiekre is, és például Karácsony Gergely is látja azt, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy alkalmazható eszköz, tehát a csapata látja, hogy ez alkalmazható eszköz, és nagyon gyorsan túl is jutnak ezen a, ezen a kritikán, nem is tudom én micsodán, egy kampány elemen így, hogy ők hozzák szóba. Hát ezért tegyük hozzá azt is, hogy Karácsony Gergely ezt lazán megengedheti magának, mert nyilvánvalóan látszik, hogy a budapestiekről ez a fajta ostoba propaganda a többségről lepörög. Tehát azért ez nem úgy van, mint a háborús plakátokkal, hogy beég az agyakba, hanem ezt a legtöbb ember megnézi, és ugyanúgy kikacagja, mint ahogy Karácsony Gergely, hogy írakta a Facebookjára, hogy a kollégái is jót nevetnek rajta, mert ez olyan borni mutaság, hogy, hogy, nem is lehet rajta más csinálni, mert, mert igenis Karácsony Gergely mögött van egy komoly teljesítmény, egy sokszínű koalícióban, úgy, hogy 350 milliárdot elvont tőle az állam, úgy tudta Budapestet menedzselni, hogy Budapest ma zöldebb, szabadabb és, és jobb város lett, mint korábban volt. Ezután a teljesítmény után nyilvánvalóan e szerint fogják értékelni, és minden esélye meg van újra választák, és az ilyen butaság pedig le tud pörögni róla. Na, ez az, amit vitézi Dávid, ugye már két főpolgármester jelölt, illetve az utóbbi az listavezetői vitán megkérdőjelezett. Ugye tegnap itt az atv volt ez a bizonyos listavezetői vita, ebből egy picit hosszabban idézünk, csak hogy aki esetleg lemaradt volna, ő lássa az érveket, ellenérveket, meg ennek a szópárbeinek a hangulatát. Ennek a pártnak azért vagy te a jelöltje, mert ennek a pártnak a társelnöke egy nélkül beleszületett milliárdos, és ő finanszírozza a kampányodat. És ez a párt azért, indít, azért beszélt rá téged a főpolgármester jelöltségre, Dávid, hogy valahogy a politikai térképre visszalopakodjon. Karácsony Gergely támadását Vitézi Dávid nem hagyta szó nélkül. Észínál, ez a párt támogatta az elmúlt öt évben a te pártjaiddal, a hagyócsapattal, a szocialistákkal és a DK-val szemben. Miről beszélsz főpagámester úr? Ne harap? Téged kifejezetten Ungár Péter beszélt rá arra, hogy Endemi úr ezen a választáson. Egy kicsit tartottam attól, hogy a partizános adókapok, ami aztán a amihez aztán a városnak olyan sok köze nincsen, itt folytatódni fog. Szentkirályi Alexander és a Tiszta Párt -e nem vett részt az eseményen. Vitézi ugyanakkor Magyar Pétert és idézte, mi szerint haveri céget akartak karácsonyékbe hozni a hajó üzemeltetésbe. Azt mondta, hogy a tenderben mást akartak kihozni karácsonyék, a saját haveri cégüket akarták megbízni, hogy kihozzák őket, ami egyébként drágább volt és emiatt 50 millióra bírságolták a fővárost. Karácsony szerint a vád nem igaz. A versenyhivatal egyértelműen kartelezésért büntette meg ennek a tiszapárti előtnek a cégeit, ugyanis uh, szó szerint azonos pályázatokat adtak be erre a közbeszerzése, csak az ár volt különböző. Akkor feljelentett tár. drága az első Magyar Pétert, jól értem? Uh, nem szoktam senkit feljelenteni, de most ez egy, uh, akár még uh, meg is fontolom ezt a javaslatot, de egyelőre még csak Rogán volt, jelentettem föl tíz éve is, nem vagyok egy fejjelentős típus. Ezen a ponton a Momentumos polgármester is beszállt a vitába. Dávid, megszólított, bocsánat, hadd regáljak, akkor én is, mert már, már, értem, hogy éjszakai metrót is te találtad ki, meg a trolikat is te vetted, meg a villamosokat. Ott van nagyra értékelem, a te munkádat, ez volt munkádat, de a posztjét olvasva az elmúlt idő, időszakban, hónapokban már azt úgy érzem, hogy a robbanomotort is, meg a te találtad ki, meg a dinamót is. Tehát, hogy értem, hogy mindenért te felelsz, ami jó, de a meg valami bukta volt, egy rendszer, ahhoz meg mosott kezeidet. Hogy kinyerte a fővárosi lista vezetők vitáját, arról a szavazók vasárnap a választáson dönthetnek majd. Na és akkor gyakorlatilag ez volt a visszavágó, mert nagyjából az alaphangot hasonlós stílben a partizános vita adta meg, ugye Vitézi Dávid és Karácsony Gergely között, ahol uh, ugyanúgy nyilván szakpolitikai kérdések is nagy számban felmerültek, de ez a, ez a szál is megjelent, hogy Vitézidávinnak Vitézi Dávidnak az a baj a Karácsony Gergelye, hogy ugródeszkának használja Budapestet, Karácsony Gergelye pedig gyakorlatilag a vita első öt percében felkérdezte őt, hogy igenis tisztáznia kell a nerhez fűződő viszonyát, és azt Konkrétan, hogy hogy lehet az, hogy a kata tüntetések idején Vitézi Dávid egy teraszon nücsörögmészáros lőrint egyik cégének a vezetőjével, aki milliárdos közbeszerzést nyert. Ez vita volt a javából. Ki nyert? Ó, oh, hát. Én... hát vita, végre vita volt nekem, csak az a hiányérzetem, nagyon jó, hogy vitatkoznak, és, és egy pesgő beszélgetés, egy ütközet, ha úgy tetszik, zajlik le a kamerák előtt. Az a probléma, hogy az nincs ott, aki, akinek a legtöbb kérdésre kéne válaszolnia. Jelesül a kormánypárt emberének, mert az, hogy Budapest mondjuk ilyen helyzetben van, azért jó részben a kormány felelős. És őt nem lehet kérdezni, ő nem megy el. Az, a a hát, Fidesz fő... Alexandra Gyurcsány Ferencre várt. Igen. De hát, de hát az a helyzet, hogy a vitának ez volt, a, tehát hogy mondjam, ez egy, egy másodlagos frissességű vita volt így módon, hiszen Gyurcsány se volt ott, és nem volt ott Szent Király, Na, a azt volt ott. Tehát azt meg kell, kell dicsérni mind a két szereplőt, egyébként ebben a vitában is ők voltak a főszereplők, még akkor is, hogyha mások is részt vettek benne, de meg kell dicsérni ezt a két szereplőt, mert már a partizános vita megmutatta, hogy lehet, igenis lehet jó színvonalú, jó minőségű, vitát rendezni. És megmutatták azt, hogy mi hiányzik ennek az országnak az ilyen típusú viták, még akkor is, hogyha sem a Fidesznek a, a politikusa sem egyébként Magyar Péter maga nem jelent meg ezeken, tehát ne, távol tartja magát ezektől a vitáktól egy kivételével, ugye, amit ő kért, hogy Magyar Péter kért, hogy legyen vitak az állami tévén, és hogyha lett, akkor oda el kellett menni, ezek különböző saját stratégiák, de itt is láthatunk olyat, ami, ami azért feltűnő. Egyébként nagyon helyes, én azt a vitát szeretem, ahol a felek úgy kemények egymással, hogy egy bizonyos hatát nem lépnek át, tehát tudjuk, hogy másnap is szóba tudnak egymással állni, és itt viszont ez alapvető feladat, mert, mert egy, a, mert ennek volt, a hétnek hogy közel a végén... voltak ehhez ez a piros nem, tudnak, nem, lehet, nem? mert ennek a hétnek a végén vége a kampánynak, és ez a két ember valószínűsíthetően egymásra szorul a fővárosi közgyűlésben, hogy az emberei közösen koalíciót alkotva irányítsák a várost. Erre van, látunk azért komoly esélyt, egyik sem tudja, tehát a főpolgármestert választunk, meg fővárosi közgyűlést is. Egyiknek sem lesz abszolút többsége a fővárosi közgyűlésben, ezt most kimondhatjuk, és hogy ez az új szerű, ez az új modell, amit a Fidesz hozott be, hogy külön a pártok a frakciói lesznek ment a közgyűlésben. Ez erői is írja, hogy azokkal a szereplőkkel, akikkel azért együtt lehet működni, azokkal azért ne vesszen össze egy politikus, mert, mert következő hét is van, és ott már a kooperációra lesz szükség. Két dolgot hadd, mond, hadd mondjak erre, ugye Péter azt mondta, hogy nem volt ott Alexandra, Ugye az, mondja, hogy a Fidesz nem tudott egy épkézláb jelöltet kiállítani, és éppen ezért nekik egyáltalán, hát mondjuk az, hogy nem áll érdek, vagy nem áll ellenében az, hogy Vitézi Dávid elindult Karácsony Gergely, mint abszolút esélyes főpolgármester jelölt ellen, ezért nem akarja az ő pozícióját sem gyengíteni, sőt a Fidesznek kifejezetten érdeke Vitézinek az indítása, mint ahogy az az LMP indította, akinek a mozgásaitól azért nem áll távol, azt, hogy azt érezzük, hogy néha, mintha kiszolgálna ezeket a fideszes érdekeket. Egyrészt, De másrészt más ennek ellenére nagyon fontos, amit most mondta, hogy, hogy egy nagyon kultúrát vita volt, bár kemény vita volt, és nem ment egy határon túl, mert a nap végén Budapestet működtetni kell. És szerintem pont ezért fog nyerni Karácsony Gergely, mert ez, Ebben ő a legerősebb. Ezért lett 19-ben is ö, ő a főpolgármester jelölt, mert az egész politikai gárdából, ha körülnézünk, ő a legalkalmasabb arra, hogy egy sokszínű, sok pártból álló tömböt összetartson, és azt eredményesen tudja irányítani és vinni, mint ahogy tudta. Ebben, ebben azért annyi csak egy, egy kicsi vita, hadd legyen itt, hogy miközben köszönöm szépen az előtte lévő egyetértést, hogy, hogy én azt értem, ez egy politikai pozíció, hogy egyébként te, aki a Karácsony Gergelyt is képviseled itt ebben a stúdióban. És, valahogy, a személyes igen, és a személyes meggyőződésedet is, ezt nem akarom elvitatni. Azt, a, azt az álláspontot foglald el, ami egyébként Karácsony Gergely csapatának egy fontos pozíciója, tehát így tud ő főpolgármester lenni többek között, nyilván a teljesítménye alapján is sokan szavaznak rá, de, de azért mégiscsak ott van az egész mögött az, hogy neki egy nagyon jó politikai pozíció vitéz itt úgy, pozícionálni, mint a Fidesz egyik jelöltje. Ugye az volt a mondás a kampányban, hogy vissza fog a Fidesz lépni, most pár nap van a választásokig, és még nem lépett vissza a Fidesz, de a politikai pozíciónak nagyon jó volt, jó azt mondani, meg egy hitelesen ment tehető állítás, hogy még korábban a Fidesz környékén, még a kormányban dolgozott Vitézi, akkor van szint. De ez politikai érdek mert még egyáltalán nem vagyok biztos, hogy a Magyar Péter esetében elfogadjuk azt, hogy ő csalódott egy, egy szisztémában, csalódott abban, amiben korábban hit akkor Vitézi esetében miért ne lehetne ugyanezt elfogadni, hogy ő egy másik Budapestet szeretne, egy másik Magyarországot szeretne. És egy másik ellentmondás pedig itt a vita utórezgéseként Ungár Péter hívta fel a figyelmet, még folytathatjuk ezt a kört, csak ezt az idézetet gyorsan megmutatjuk önöknek reagált a főpolgármester szavaira Ungár Péter. Az LNP társárnöke az ATV. nak azt mondta, 2022-ben Karácsony Gergely a második volt az összefogás listáján, Ungár a hetedik. Akkor nem volt probléma, hogy ki az édesanyja, mint ahogy tavaly év végén sem, amikor Karácsony közös LP listát akart. Vitézi támogatását nyilvánosan vállalják, Karácsony viszont nem átlátható módon kap támogatást, hiszen a mai napig nem tudni, hogy abba a varázsládikába pontosan ki és mit tett bele. Karácsony helyében nem igazán beszélne arról, hogy ki mit finanszíroz, mert amikor az ember üvegházban lakik, akkor nem dovár féltéglákat, fogalmazott Ungár Péter. Van itt ellentmondás, amire Ungár Péter utal? Vagy ezt meghaladta az idő? szerintem igen. Én még egy mondattal hagy utaljak vissza az előző gondolatmenetre. Nagyon érdekes az, hogy ö, ö, azt mondta Zoli, hogy Magyar Péter és Vitézi valahogy azért mégis párhuzamot állítottál az ő megjelenésükkel. Szerintem az az érdekes, hogy Vitézi szerintem sokkal jobban szerepelt eddig is, és szerintem meglepően jó eredményt fog. Elérni vasárnap, ahhoz képest, hogy mondjuk három hónappal ezelőtt mit jósoltak neki. Tehát egy, nekem egy nagyon szimpatikus Budapest képet vetített, részleteiben és egészében is. Most az megint más kérdés persze, hogy ebből mi teljesíthető, mi valósítható meg, de amit ő felvázolt, az nagyon konzisztens, nagyon jól átgondolt tervezet volt, és ez eredményezte azt, és itt csatlakoznék vissza, hogy egy jó vita volt, amiben néha a vörös vonal azért közel volt, mert azért személyeskedésben például az, hogy ki a nerpénzén, pénzén, vagy NER közeli, vagy sem, ez már azért a piros vonal közel van, mert hiszen egy családi ö, kapcsolatnak a felemlegetésével játszott, vagy említette a főpolgármester, de, mondjam, de, 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 a vita éppen ettől lett jó szerintem is, hogy, hogy tényekről is esett szó, és ezek voltak a központban. Én azzal egyetértek, hogy a vita attól érdekes volt, hogy egyébként a városról volt képe mind a két politikusnak, és ezt tudták ütköztetni, de azért azt hadd tegyem hozzá, hogy ez egy főpolgármesteri pozíció az alapvetően egy politikusi pozíció, tehát nem az, hogy kinek milyen tervei vannak, azok is nagyon fontosak, hanem, hogy ki milyen politikus. Uh -huh. És még egyszer hangsúlyoznám, ezt, ami most előttünk van, Tiszától, eh, MSZP, DK párbeszéd eh, és a, a, a mindenféle színes koalíció összetartására, Tényleg az abszolút legőszintébb meggyőződésem, hogy karácsony Gergelyen kívül senki nem képes. És amikor főpolgármestert akarunk a városnak választani, akkor ez szerintem egy olyan szempont, amit mindenki maga előtt végig kell gondoljon, és amikor döntés hoz, akkor ez alapján kell döntést hoznia. És nem tudok mást mondani, de ebből a szempontból karácsony messze alkalmasabb a többi jelölt. Beszéljünk általánosságban a vitákról tekintve, hogy nincs itt a többi főpolgármester jelöltnek kortes beszédet mondó vendégünk. <gül> <gül> Ugye most négy nap alatt csütörtöktől vasárnapig minden nap láthattak a nézők vitát. Mindenki erről beszélt, hogy kell a vita, legyen vita. Hát most megkapták. Ilyen-olyan felületen, különböző szervezésben, különböző platformon. Jó volt -e ez így. Szerintem nem kapták meg, tehát én már azon meglepődtem, amikor az állami televíziónak az a, nem tudom, is két órája, amikor mindenki prezentálhatta saját magát, az, arra azt mondták nagyon sokan, hogy sok év után végre itt a, a vita, tehát az nem vita, az nem, az nem volt vita. Én azt gondolom, hogy ennél, tehát akkor kapnánk meg igazán a politikát, akár, akkor, akkor kapnánk, nem tudom, hogy mondhatom-e, hogy vissza a demokratikus politikát, mert a 90-es évek elején minden este politikusok vitatkoztak egymással a tévében, tehát a, itt a fiataloknak mondom, hogy volt ilyen, hogy évekig az ember, hogyha nem krimit akart nézni, vagy valami más, nem tudom én, sorozatot, akkor megtalálhatta magának azt a szórakozás, a közéletről hallgatott színvonalas vitákat, ahogy egyébként Nyugat-Európában ez az országok többségében így van. Londonban, ha az ember felkelt reggel, akkor több csatornán is megtalálja az egymással vitatkozó konzervatív és munkáspárti politikust. Igen, de ugye itt ebben. Az egyik kérdés a platform, tehát hogy akarja-e megrendezni azt a, a, az állami média azt a vitát, a másik, hogy részt vesznek-e a szereplők, mert ugye az ATV napi szinten hív kormányzati szereplőket, nem csak a, a dedikált vitára, hanem amúgy is műsorokba. És ha most így beugrik, hogy egymás után hol látunk sok vitát, akkor javítsatok itt, de mondjuk a Transit Fesztivál az, ahol nem tudom, két nap alatt, nem tudom, voltam ott vitában. Kb. 6-7 vita vezető kormánypárti és ellenzéki politikusok között. Aztán smit? Nincs nagyon ilyen nyilvános. Hát vagy Jó, hát félig így, Nyilvánvalóan ez van fórum. kiadva. Ez van kiadva parancsnak. Nyilvánvalóan ez nem azoktól függ, akiket ti meghívtok teljesen jogosan, hogy gyere te, a, mondjuk a, mit tudom én, a belpolitikáért, a járványhelyzetért, az egészségügyért felelősök vagytok. Egy bizonyos körből tudtok meríteni, mert ők nem ö, engedhetik meg idézőjelben maguknak, hogy ide jöjjenek, kettő, meg nem kapják meg leírva azt a 12 sort, amit el kell mondani. Abból nem lesz vita de meg akkor beszélgetés. Gyakorlatilag az az állítás, hogy ezzel a, hát hogy mondjam, műsoridővel, fogalmazzunk így, elhúzta a mézes madzagot a nyilvánosság előtt a magyar politika, hogy hát lehetne ilyen is ha lennének. De, de, de ez nem vita vitán? volt, Ami, ami bocsánat, az m 1 illeti, hát volt rajtuk egy nagy nyomás, hogy muszáj valamit csinálni, mert különben balhé lesz, és most úgy érezték, hogy van olyan politikai légkör, hogy lehet és balhé ezért csináltak valamit, ami pótcselekvés, az valóban nem vita volt. Jó, de azért de a egyébként többi az nem fontos voltak viták. Én is voltam többször itt az ATV stúdiójában mondjuk Gulyás Gergelyel vitázni, és nagyon hiányzik, hogy ilyen lehetőségek nincsenek az is jó lenne, hogyha ennek lenne egy olyan tanulsága és folytatása, hogy nem csak választáskor rendezünk mondjuk listavezetői vitákat, hanem hogyha vissza lehetne hozni a TV stúdióba, hogy ellenzék és kormánypárti politikusok tudnak vitázni, az nagyon jó lenne, mert a parlamentik nemcsak, hogy nincs közvetítve rendesen, és nem találkozik azzal az ember, hogy ott mi zajlik, de az ottani játékszabályok úgy lettek kialakítva, hogy érdemi vita ott nem nagyon tud zajlani, egy stúdióban egészen más típusú vitát. Ezt kikényszerítheti a magyar nyilván? Ugye, ugye, akkor most csak azért állapítsuk meg, összegezzük a kérdésre adat közös válaszunkat, szerintem egyet fogunk érteni. Tehát beszélgetünk pár vitáról, amiről az egyiknél megállapíthatjuk, hogy az nem volt vita, hanem valami nagyon más volt, ez volt az állami tévé. És nyilván az ATV ellátja a feladatát, meg a Partizán, ezért dicséret illeti. De azok a szereplők, akik oda elmentek, azok bármikor elmennének, eljönnének egy vitára. Tehát Igen. ma este itt ülnének, ha meghívnák őket. Tehát ilyen szempontból nem léptünk előre, majd akkor lépünk előre, amikor Orbán Viktor vitatkozni fog az ellenzék miniszterelnök jelöltjével, És akkor ez előre ez lépünk. E, hát e. azon, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, de... Ez csak, de, de csak egy állítás, De őt többet nem látjuk vitázni? Nem tudom, mert ezt na, nem ismerem őt, tehát hogy azt sejtem, hogy nehezen állna neki egy vitának. Miért? De, Róla mindig azt a, mondtuk, azért hogy egy kiváló debattőr. Volt. Azt látni, ha valaki, de itt az elemzők szerintem sokkal jobban látják, vagy értékelik, hogy Orbán Viktor megszólalásai egyre kevésbé ütik meg azt a szintet, amit korábban teljesen elegánsan, könnyedén tett meg. Tehát mi azt látjuk, és most ez egy érdekes, hogy míg van egy hanyatló politikus, egy hanyatló ö, beszédkészséggel, debattőri képességekkel, stb. rendelkező politikus, ez a kormányfő. Van egy olyan politikus, aki meg napról napra jön föl, és ez Magyar Péter. Akárki... Hát azért te... többen vannak, szerintem Karácsony Gergely és Vitézi Dávid is nagyon-nagyon nagyon jó igen, képességek. Igazad van, igazad van, jó, ők az is Az oldalon a politika ilyen szempontból professzionalizálódik, és egyre több tehetséges szereplő tűnik fel, az már más kérdés, hogy ez a rendszeremben élünk, nem erre hivatott. Tehát a propagandán alapuló rendszereknek uh -huh. pont az, az lenne a nyavajája, hogy jön a propaganda, majd utána aki a propagandát gyakorolja, beleállna egy vitába, és kiderülne, hogy a propagandának semmit nem ér, az nekik nem jó. Uh, méltatlanul keveset beszéltünk eddig a pontig a mai adásban az EP választásról, de hát uniós választás is lesz majd vasárnap, és ezzel kapcsolatban egyre élesebb mondatok hangzanak el Magyarország szavazati jogával kapcsolatban, most egy ilyet idézünk. ráadásul a következő erős idézet nem is akárkitől, hanem az Európai Unió soros elnökségét jelenleg is ellátó Belgium külügyminiszterétől származik. Ahogy láthatják, Hadja Labib azt mondja, hogy eljött az igazság pillanata, a közösség vagy szembenéz a ráháruló felelősséggel, ami politikai bátorságot és akaraterőt feltételez, vagy pedig olyan mechanizmusokkal próbálkozik, amelyek nem működnek. Egész pontosan arról beszél, hogy igenis a Lisszaboni szerződés 7. cikkeje szerint lehetőség van arra, hogy megvonják egy adott tagállam tagsági jogait, hogyha az ország eltávolodott az EU alapértékeitől, és elég egyértelműen Magyarországra is vonatkozik ez az állítása, nem folytatjuk. Ilyen szempontból, amilyen támadások érik Magyarországot, és amilyen szövetségesi politikát szeretne majd Orbán Viktor képviselni június 10-től kezdve, mennyit számít, hogy ez a 13 mandátum 13 lesz, több lesz, vagy kevesebb lesz? Tehát ugye eddig is volt 13, és láttuk, hogy mit értek el vele, gyakorlatilag szégyenpadra került Magyarország, és most még szóba került ismételten a szavazati jog megvonása, és ez nagyon szomorú. És az egészben az a legszomorúbb, hogy tényleg most egy európai parlamenti választások lesznek, aminek szerintem komoly tétje van, és az igazi tétje az nem ez, nem is a háború és nem is a szavazati jog megvonása, hanem az, hogy milyen Európában szeretnénk élni. És euh, igazából nekünk az a meggyőződésünk, hogy Magyarországnak egy északi típusú jóléti állam módján kéne élni, és ebbe az Európai Unió nagyon sokat tudna segíteni. És mi azt szeretnénk, hogy, hogy minél több szociáldemokrata legyen az Európai Parlamentben, hogy minél inkább ezt a karakterét tudja az Európai Unió megerősíteni, és ezáltal Magyarország is ezekben az ügyekben kapjon segítséget. Akkor... a bérekemelésében, az európai nyugdíjakban, a szociális juttatásokban. De most mi van nagyon akkor, ha ehhez előre képest az alternatíva az mondjuk az lesz, hogy a TISZA párt mondjuk küld akár 5-6 képviselőt az Unióba, ott ülnek a néppárba, más kérdés, hogy oda hogy ülhetnek majd be, hogy a KDMP és magyar politikus ezt megszavazza, vagy sem, miközben mondjuk a fideszes politikusok függetlenként maradnak. Én csak annyit mondanék, hogy nem csak nálunk van kampány, tehát Európai Parlamenti Választás zajlik Belgiumban is. És ez a belga politikának szintén a része, hogy hogyan, hogyan politizálnak. Az, már, az is más kérdés persze, hogy Orbán Viktor oda vitte a magyar politikát, meg a magyar álláspontot, hogy az már a ne, nemzetközi belpolitikának a részévé vált, és el kell tőle nagyon sokaknak határolódni, hogyha, hogyha, népszerűséget akarnak szerezni a saját szavazói körében, ami, ami azért egy, egy nagyon rossz pozíció, de amiben viszont valószínűsíthetően a Fidesznek jobb lesz a pozíciója, akárhány mandátumot szerez, hogy van esélye újra visszaülni valamilyen frakcióba, tehát valamelyik európai frakcióba lehet esélye. Nem mondom, hogy sikerülni fog, mert az a két frakció, amit megcélozhat, azok egymással is vitában állnak, és most úgy tűnik, mintha egyesülni szeretnének ezek politikai játszmák részei, hogy kit engednek be, kit nem engednek be abba a frakcióba, de ha vissza tud ülni valamilyen frakcióba, és ott mondjuk valamennyire meghatározó tud lenni, az egy, az egy jobb pozíció, mint az, amit most csinálnak, hogy ülnek függetlenként egy hatalmas parlamentben. A szavazati jog felfüggesztésének van egy másik olyan aspektusa, ami ezt azt gondolom, hogy minimum gyengíti jelesül az, hogy az év második felében a soros elnökség Magyarország lesz. Hát milyen furcsa dolog lenne az, hogy Magyarország az Európai Unió soros elnökségét ellátja, és közben szavazati jogát meg fölfüggeszték. Szóval azért ez, ez elég abszurd benne. Szóval én azért mondtam, amit mondtam, mert... Ugye volt egy olyan mondatom, hogy örültem neki, hogy a, a Magyar Péter felpesdítette az ellenzék oldalát, amit továbbra is tartok. De azért az Európai Parlamentben azt azért látni kell, hogy a néppárt alapvetően leginkább tőke érdekeket képvisel, és hogyha azt szeretnénk, hogy a, a bérek, nyugdíjak, egészségügy tekintetében lenne előrelépés több európai segítség, a, ahhoz a garancia az, hogy erős szociáldemokrata politika irányítsa az Európai Uniót, és ehhez pedig szociáldemokrata. Mondaná egy néppárt is, hogy egy piac piacgazdaság érdekeket képvisel, és erős gazdaságot, ezáltal kapnak jobb nyugdíjat az emberek. Az Tehát egy én csak mondom, vita, ne ne nem van. hogy lenne, lenne valószínűleg vita, hogy itt egy néppárti politikus ül. Mert a dolog pont fordítva működik. nézd meg a skandináv államokat, az erős bérek és az erős. Van időnk erre a vitára? Erős Hát az, hogy már minusban vagyunk. Garantálja a gazdaság versenyképességét, és nem fordítva nekem ez a meggyőződésem, de tudom, hogy ez egy másik vita. De szerintem, akinek van füle az ilyen vitákra, azért megtalálja a nyilvánosságban, és köszönjük, hogy egy picit ebből itt is megmutathatunk. Köszönöm a véleményeket, önöknek a figyelmet. Nagyjából a következő 8 óra menetrendje, ha itt az atv tartanak, akkor az lehet, hogy perceken belül következik vagy Anikóval és az öt csapatával a legfrissebb elemzés az öt vendégeitől, illetve 6.30-tól holnap reggel a Starban pedig Köböl Anita és Bodasz Belás számít a figyelmükre. Maradjanak itt velünk szép estét.